Idén is megtelt a Magyari Zoltán Művelődési Otthon színháztermének nézőtere, az óvoda pedagógiai napra érkezett szakemberekkel. Az egész járás településeinek óvodáiból jött résztvevőket Robozni Schönfeld Zsuzsanna Tata alpolgármester asszonya köszöntötte, hangsúlyozva az óvónői hivatás felelősségét, valamint a szülő-pedagógus önkormányzat együttműködésének jelentőségét az apróságok fejlődésének optimális feltételeként. Az elsődleges a családi légkör. Ha jó családi légkörben, vagy akár negatív családi légkörből érkezik egy gyermek az óvodába, akkor az óvodapedagógusnak a feladata, hogy mindezeket a hiányosságokat felismerje, fejleszte, odafigyeljen a gyerekre, és minél kisebb problémával tudjon tovább lépni az életben a gyermek. Sajnos ebben a változó világban egyre több természeti és egyéb hiányosság adódik a gyermekeink életében, a környezeti hiányosságokban, néha a családban bekövetkező változásokban, sajnos nagyon sok a csonka család. Ezeknek a feladatait is nekünk kell segíteni, és éppen ezért azt gondoljuk, hogy igenis nagyon nagy a felelőssége a tatai óvodapedagógusoknak, és az alapozásban elsődleges feladatuk, hogy a jó légkör, a szeretetteljes környezet és a közösségre való nevelés mindenképpen megvalósulhasson. A továbbképzési napot neves előadók tették tartalmassá. Én azt gondolom, hogyha ilyen neves előadók, és minden évben megkeressük azokat, amivel tudunk segíteni, és egy kicsit a világ változásával együtt az óvodapedagógusoknak is változásunkkal kell keresztül menni, és ebben próbálunk mi segíteni, hogy olyan előadókat hívunk, akik ebben segítenek bennünket. Tudom és ismerem személyesen az előadókat. Tudom, hogy szenzációs a tudásuk, és a könyvük olyan, hogy nem lehet letenni. Amikor elolvasom még egyszer, mert mindig találok benne olyat, amit minden nap tud engem táplálni. Két olyan előadó van, aki az óvodapedagógusok körében is a gyöngyszem. Sikerült ezt a gyöngyszemet ide csalni, és nekünk most már ezt a gyöngyszemet fényeznünk kell.